Egy hónap haladékot kaptunk arra, hogy még a régi áron vásároljuk meg a legszükségesebb gyógyszereket, ugyanis február 1-e helyett március 1-én lép életbe az idei gyógyszeráremelés. Vendégünk dr. Várszegi László, Baranya megyei tiszti főgyógyszerész, szeretettel üdvözlöm. Ebben a témában még mindig sok a bizonytalanság a pécsiek körében, még mindig nem tudjuk, hogy mire számíthatunk voltak éppen, milyen mérvű emelésre. Sokan már ma úgy mentek a patikába, hogy esetleg többet kell fizetniük. Ez tévedés, tehát a gyógyszer ára egyelőre nem változott. El kell mondani alaptételként, hogy a gyógyszer háromféle árkategóriába tartozik, tehát a termelői ára szabadáras, erről folyik a vita a minisztérium, a biztosító és a gyártók, forgalmazók között. A nagykereskedelmi ára maximált árréssel kialakított ár, a gyógyszertári ára pedig a miniszter által megállapított árréssel kialakított, degresszív árréssel kialakított ár, amit hivatalos árnak nevezhetnénk, és a közlönyben, jelenleg az egészségügyi közlönyben kell közzétenni. Mivel közzététel nem történt, tehát a gyógyszerek ára változatlan. Függetlenül attól, hogy ismereteink szerint a mai naptól a gyógyszergyárak megemelték az áraikat, de ez egyelőre a nagykereskedőknél csapódik le. Ezt az egy hónapot akkor ki fogja állni? Az nem lehet, hogy mégiscsak a vásárlók fogják megérezni majd egy hónap múlva? Egyelőre úgy néz ki, több nagykereskedő nyilatkozatot tett, hogy függetlenül a gyártók által megemelt ártól nem alkalmaz árváltozást egy hónapig. Ismereteink szerint február közepén közli a minisztérium, addigra alakítják ki az új árakat, ami várhatóan március 1-ével lép életbe. Tehát van még egy hónapunk. Mit gondol, lesz-e felvásárlási láz a patikákban? Ilyenkor mindig megindul valamelyest egy kis felvásárlás, de korlátozott, mert tulajdonképpen a kezelőorvos vagy házi orvos a vényhez kötött gyógyszereknél egy havi mennyiséget írhat fel, tehát ez eléggé behatárolja. Úgynevezett felvásárlás esetleg a vény nélküli gyógyszereknél várható, de olyan különösebb felvásárlástól azért nem kell tartani. Jó, hiszeműleg se tehet kivételt a házi orvos, tehát hogyha valaki tudja, hogy márciusban már jóval magasabb áron tudja csak megvenni a gyógyszerét, és megkéri a házi orvost, hogy írjon fel neki többet, hogy legalább egy hónapot spóroljon, akkor nagyon szabálytalanul jár el a házi orvos, ha ezt megteszi? Igen, szabálytalanul jár el, és a megyei egészségbiztosítási pénztár ezt természetesen kigyűjti, ki is tudja gyűjteni orvosonként, betegenként és gyógyszerenként, mert több mint két éve számítógépes gyógyszerelszámolás van, tehát ő percek alatt ki tudja gyűjteni, és adott esetben gondolom meg is teszi, de ez a biztosítónak az asztala. Március 1-től tehát körülbelül hány százalékkal többet kell majd fizetnünk a patikákban? Az még nem alakult ki, hogy hány százalékkal. A egészségügyi miniszter azt szeretné, ha átlagosan a gyártók csak 3%-kal emelnék az árat, mert ennek van fedezete, ezt tudná a biztosító finanszírozni. Amennyiben nagyobb mértékben emelik meg az árakat, akkor valóban a beteg többet fizet a gyógyszerért márciustól, mint a tavalyi évben. Bizonyára egyre nagyobb szükség lesz azokra a bizonyos közgyógyellátási igazolványokra. Vannak-e olyan tervek, hogy ezeket kiterjesztik, tehát egyre többen igényelhetnék? Erre úgy tudnék válaszolni, hogy is, tehát vannak tervek, részben szeretnék felülvizsgálni a biztosítottak körét, másrészt a közgyógyellátásra rendelhető gyógyszereket, de a végleges miniszteri rendelet még nem született meg, ezért is kérte miniszter úr a haladékot a gyártóktól, hogy amíg ki nem alakítják a biztosítási hátteret, addig ne emeljenek árat, de érthető módon a saját szempontjukból ők február 1-től önkényesen megemelték. Egyébként hozzáteszem, hogy a gyógyszerész kamara is tiltakozott az áremelés ellen, természetesen a gyártók ezt se vették figyelembe. A gyógyászati segédeszközök ára is emelkedik, talán még előbb is, mint március 1-je. Erről lehet-e valamit tudni? Itt még nagyobb a bizonytalanság, mint a gyógyszereknél. Kevésbé szabályozott, általában így fogalmazható, kevésbé szabályozott a gyógyászati segédeszköz,
Tehát ott nem lehet annyira kézbe tartani egy tárcának, mint mondjuk a gyári gyógyszerkészítményeket, tehát ott sok minden előfordulhat. Tehát március 1-én csak akkor lehet áremelés, ha ez a közlönyben meghirdetett módon megjelenik, és a gyógyszerészek is tudomásul tudják venni. Igen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.